A Jazz Péntek programsorozat vendége most Farkas Gábor Gábriel és zenekara volt. A rendkívül sokoldalú művész már harmadszor járt Cegléden, és mint mondta, hálás szívvel érkezett most is. Eleve az, hogy egy kisváros sorozatot indít jazz zene témakörében, ez végtelenül értékelendő, de ez, én úgy tudom, hogy egy hagyomány, hiszen a Róna Jazz 50 évvel ezelőtt, vagyis tavaly volt 50 éve, hogy elindult ebben a térségben. Akkor ez egy nagyon unikális dolog volt, sőt először titokban kellett játszani jazz, mert akkor még tilos volt. És nekünk ez egy végtelenül szép és nagyon megtisztelő felkérés. A teltházas koncerten Frank Sinatra és Máté Péter legnagyobb slágereit hallhatta a közönség. Valójában ez a két név megtestesíti a 20. század könnyű zenéjének az Egyesült Államok, tehát a tengeren túli és a magyar oldalát. Ha azt kell mondanom, hogy egy férfi énekes a 20. századból Magyarországon, akkor elsőként Máté Péter jut az eszembe, ugyanígy, hogyha az Egyesült Államokról beszélünk, akkor Frank Sinatra. És ezért neveztük így el, hogy Frank Sinatrától Máté Péterig, mert nagyon egyszerűen keretbe foglalja, hogy a magyar és az amerikai könnyűzene párbaállítása. Gábriel ezt még mesterével, a Róna vendéglátóipari vállalat egykori művészeti vezetőjével, Garai Attilával együtt kezdte el kidolgozni. Farkas Gábor Gábriel arról is beszélt, rengeteg terve van a jövőre nézve, de egyelőre még szeretné titokban tartani céljait. Annyit azonban elárult, hogy az új projektekben előtérbe kerül az ő előadói szerepe is.